Hárman tudtunk menni a shakedownon, igazából úgy vagyunk itt az autóval, hogy minimális fejlesztések voltak az első futóműben, de csak azért, hogy kipróbáljuk a könnyebb állítás lehetőségét. De azon kívül az autó másfél éve letakarva pihen. Még itt röhögcsétünk is rajta, hogy az a kis kosz, ami van a dobbetéten, az még a tavalyi legend. Vagy a tavaly előtti legend, mert ugye tavaly nem tudtunk jönni. És hát nagyjából ennyi marhára élvezzük. Az autó ugyanolyan jó szól, mint tavaly előtt. Azzal se nagyon volt semmi csinálva majd, és imádkozunk, hogy végig bírja. Ne legyen semmi gond, mert most fogjuk majd szétszedni a motorját. És Flux Zoli majd szétkapja. Teszünk bele egy új főtengelyt, mert ebben még gyári főtengellyel járunk. Úgyhogy a tervek azok, hogy végig bírják. Vannak saját céljaink, amiket el akarunk érni, így a kategórián belül, de alapvetően az élvezet a lényeg, meg az, hogy kibírja a kocsi. Sziasztok! A mai napon túl vagyunk az első shakedownokon. Igazság szerint ezek voltak az első gyors körök az autóval. Tegnap ugye csak egy sprint futamunk volt, de az nagyon kevés volt, hogy bármit is. Köszönjünk abból is, hogy hogyan is viselkedik az autó. Ma már úgy gondolom, hogy a harmadik tesztet adtunk rá, addig már egész szép és gyorsan tudtunk menni. Kezd összeállni a kocsi is, kezdünk mi is belerázódni, élvezzük nagyon. Nagyon jó az idő, nagyon meleg van, úgyhogy nyomjuk előre, készülünk az esti gyorsasági futamokra. Tetszett a GP pálya? Nekünk nagyon, mert hát gokartossal megyek, úgyhogy egy gokart bajnok a navigátorom, ez ívről ívre, érintőpontról érintőpontra kell menni. Úgyhogy kipróbáltuk a rázókövet is, eldobott a francba, hármat előztünk, és az Alpine 5
melyik a, hogy hívják? Vagy mi az ő kocsija? Ez a Renault Alpine, az az óriás széles seggűt, azt visszük 12 másodperccel most. És mi a baj a kocsinak? Semmi. Ja, akkor csak átnéztek, meghúzzátok. Hát átbogaráztuk, egy kicsit puhítottam a gátlókon. Más nem, nagyon átbogaráztuk, hogy mi szakadt le, vagy mi esett szét. Akkor... A jobb hátsó gátlónk az elfossa magát, az biztos. Azt még a szimmeringet is elhagyjuk belőle. Szerintem már két éve így volt, nem? Ott az ugratónál, mintha az a jobb első volt. Hát fel lett újítva, de hát így sikerült. Jó, akkor még van 4-5 perc, és akkor irány. És suhanunk. Thank you.
sziasztok! Hello, hello! Hogy volt reggel? Utálka! Duzzogva kezdtük a reggelt, mert etappal kezd, indultunk meg a... Lekázén, ugye? Yeah, Lekázén. Aztán... Igazából ott végiggurultunk, hát őrjöngő tömeg, tehát fantasztikus, tök jó. Annyi magyar zászlót te bazdnak, félelmetes. Utána mi történt? Utána megjött a Latán, szerintem ott megjött a kedvünk. Ott megjött, rengetegen. Tudtunk menni nagyon gyorsat aztán. Ott mentünk faszát gyorsat, lógattuk is meg, meg minden is volt. Szóval egy akkorát ugrattunk rá a partoldalra. Lehet, hogy a Kelly majd fölkapja a szemöldökét, hogy a fehér zsiguli mit ugrott. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, mert én azt egyszer megugrottam még régen a Szandrával, éjszaka azt az ugratót, hasonlóképpen, de akkor nem ugrottunk rá a falra. Most valahogy rosszul mentünk be abba a kanyarba, és fölugrottunk a falra, és nagyon sokáig csönd volt fönn. És nem nagyon tudom, hogy kanalaztuk össze a végén, de megoldódott. Úgyhogy akkor is azt mondtuk, hogy... Mert a Kelly ugrott itt óriásit annó. Azt látjuk mindig videón, hogy ott őt mekkorát ugrott régen. Hogy már zsiguli ne ugorjon, olyat tudod. És igazából ennyi. A nagy öröm az volt, hogy az megvolt. Aztán a végén is kivettek minket etapra, pedig föltettük a játszósat, meg... Nagyon mérgesek vagyunk ettől a sok etaptól. Kicsit talán elkiabáltad. Már pont azt hittük, már nem lesz több etapunk, de is még arra ja, hogy végig megyünk ma, de... Most már csak végig kell menni, és az előttünk lévő autó rajtjánál szóltak, hogy... Éppen nem bírtunk bemenni. Finis pályazár. Úgyhogy nagyon szomorúan jöttünk le, de hát majd kikorrigáljuk egy kis Morettivel. Esetünk után elég mély ponton voltunk, hogy mi lesz, hogy lesz. Azóta se derült ki, hogy mi lesz majd az ön részünk, vagy hogy s mint. De az ETK-ra vertünk egy 11.000 kilométeres Ford Fiesta-t. Hát nem vagyunk hibásak az esetben, vagyis nem gondoljuk magunkat hibásnak, mert belelökött az árokba egy másik autó minket.
nem tudjuk, mi lesz a végkimenetele, de amilyen szarul indult az egész hétvégénk, olyan jól alakult végig. A kocsi is nagyon jól szuperált, nagyon apró hibák voltak vele. Leszakadt egy kábel az önindítónál, szokásos kész szerviz után, nem indul be, de legalább ja, az utolsó pillanatban. Aztán végül is meg tudtuk oldani, igaz, kikéstünk. Igaz, félig tudtuk megoldani, aztán jó, kikéstünk. De mivel hogy a kategóriánk nem volt annyira földúzzasztva, így az évszámos nevezések miatt, sajnos az ellenfelünk kiesett, akihez mértük magunkat, és akkor újakat kellett választani a H kategóriába, akikkel úgymond játszhattuk a versenyt, mert azért annyira nem mentünk életre halára, mert azt a Renault Alpine-t akartuk megcsípni nagyon, azt a végül is ment, ameddig ment, addig vertük, és az kurva jó volt, tehát ezt nagyon élveztük meg. Utána meg elkezdtük már mi is rajzolgatni. Utána meg már firkantottunk a mi is. Kanyarokat, úgyhogy szerintem egy jó hétvégében. Hát az a Turbo Alpine az ugye a gyerekkori matricáinkon az ágy végén ott virított mindenkinek szerintem. Kiskorunkban még képen se láttunk olyat, és most itt ilyenek közt megyünk. Ez mindig fantasztikus élmény. Abszolút. Úgyhogy mondjál te is valamit. Túl vagyunk, ugye a második. Nekem ez a második legendem. És összességében harmadjára ülök egyáltalán versenyautóba, abból kettőt BMW-be, ezek az első zsigulis köreim. Abszolút pozitív csalódás. Gondoltam, hogy jó lesz, azt nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt tudtam lenni, és végig tudtuk csinálni. Azt, hogy tök jó összeszoktunk szerintem a végére. Na, már az elejétől tudtunk gyorsan is menni, rajzolgattunk is. Ez egy nagyon jó hétvége volt szerintem. Beleraktunk mindent. Amennyire rosszul indult ez az egész, a vége annyira jóra sikerült. Ja.